Hamarosan újraindulnak a Kassa Egyesület, az Udvarhely Néptáncműhely és az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány közös programjai. A tervekről csütörtökön tartott sajtótájékoztatón számoltak be a szervezetek képviselői. A Kasszai Egyesület, az Udvarhely Néptáncműhely és az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány udvarhelyi irodájának közösen karöltve szervezett programjairól beszélünk, amikor is igazából elkezdődik most a tanév, és akkor egy egész évet lefedően milyen népi jellegű, népi kultúrát megközelítő foglalkozásokkal és programokkal készülünk az idei évben. A programokról Tamás Vanda, az Erdélyi Hagyományok Háza képviselője mesélt nekünk, de az induló programokról részletesebb információkat találhatnak az érdeklődők, és minden eseményről időben értesülhetnek az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány székelyudvarhelyi szervezetének Facebook oldalán. Elsősorban a népzeneműhelyt emelném ki, és azon belül is a népdaloktatást, hiszen közel idén is 130 diák kezd el tanulni, vagy vonós hangszeren, vagy pásztorfuruján, vagy egyszerűen csak népdalt tanulni, és akkor ezt követően nem csak népzenét lehet tanulni, hiszen néptáncot is lehet tanulni, részt lehet venni a néptáncoktatásokon, egészen pici kortól, tipegőkortól, akár nyugdíjas korig, hiszen minden korosztálynak megvan a lehetősége, hogy becsatlakozzon valamelyik néptáncoktatásba, és ezt akár gyakorolja a táncházakba, hiszen október 3-án elindul a táncház szezon, amikor minden csütörtökön este elkezdődik a táncház, ami oktatással kezdődik. Boros Béla és Hilda fog oktatni, és akkor az oktatás után kezdődik a mulatság. A népdaloktatás, néptáncoktatás, népzeneműhely és minden mellett igyekszünk a kézművességre is hangsúlyt fektetni, ezért vannak olyan gyerekfoglalkozásaink, illetve olyan akár képzéssorozatunk, ami erre fókuszál. Gondolok itt a Kerekéletfája, Szép 12 ág, a Jeles naphoz fűződő programsorozatra, de akár a Motolla kézműves műhelyre, amikor a foglalkozásvezető úgymond kiszáll az iskolákba is, kézműves foglalkozást tart a gyerekeknek. De beszélhetünk itt akár az ölbeli játékokról, vagy a pedagógusoknak szánt képzéssorozatunkról, amikor a pedagógusokat, gyakorló pedagógusokat, vagy pedára járó diákokat próbáljuk betanítani, oktatni, hogy ők majd hogyan tudják akár visszatanítani a gyerekeinknek a népi kultúrát, a népi játékainkat, a népzenét vagy néptáncot akár. Az egyesületek képviselői egyhangulag sikeresnek értékelik az általuk létrehozott programokat, mivel tapasztalataik szerint minden eseményre jelentős érdeklődés mutatkozik. Úgy tűnik, Székelyudvarhely kulturális életébe sikerült visszahozni a népi hagyományokat és a népi kultúra elemeit.